Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, ahogy azt már az adás elején elmondtam, az MSZP, vagy azon belül, Szanyi Tibor személyesen, azt kéri a Fidesztől, hogy elvekben, majd mindjárt elmondja Szanyi Tibor, hogy pontosan mikben fogjanak össze az ellenzéki pártok, a Jobbiktól másik oldalra lévő ellenzéki pártok, a kormánypárttal, és próbálják megakadályozni ki a saját eszközével azt, és itt idézem, hogy a Jobbik megtévessze a magyar választópolgárokat, hogy most pontosan mivel téveszti, és hogy kéne ezt megakadályozni, ez már Szanyi Tibor fogja elmondani. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Szóval mi ez a összefogásra szólítjuk fel a Fideszt, hogy fogjon össze az ellenzékkel, hogy gondolja ezt a kiszorítást? Ez egy hazai változat annak, ami egyébként Európa más területein van. Általában Európában a szalonképes, kulturált, jobb, baloldali vagy a liberális térfélen lévő pártok együttesen szoktak föllépni a szélsőjobb kiszorításával szemben. Ráadásul nálunk ez onnan is inkább időszerű, mert a mi szélsőjobbunk, mondjuk így, azaz a Jobbik, az még az európai értelemben vett szélsőjobb számára is szalonképtelen. Tehát ez mire alapozott? Hát az, hogy az elmúlt 5 esztendőben őket egyik pártcsalád sem fogadta be, illetve még a hasonszőrű társaság se, illetve az Európában jól ismerhető, főleg francia, illetve holland szélsőjobbosnak mondott pártok is már előre megüzenték a Jobbiknak, hogy nem fogják befogadni. Ennek az az oka, hogy Európában nem lehet tolerálni azt a burkolt, vagy kevésbé burkolt rasszizmust, amit a Jobbik képvisel. De hát nem csak erről van szó, hanem hova tovább, azért világosra kell tenni a választópolgárok számára, hogy a Jobbik által kínált választék, ez a egyet fizet kettőt kap jeligére a morvai Gaudi nagy kettős vagy páros, az egészen konkrétan nem tagja a Jobbiknak. Vona Gábor nem győz egyébként elhatárolódni hol egyik, hol másik akciójától. A saját listavezetőjétől, tehát a Jobbikra adott szavazat az egészen biztosan pocsékba megy ebben a mostani 2014-es európai parlamenti választásban. Jó, de hát Vona Gábor mondhatja azt, hogy nem pártag, Morvai Krisztina is mondhatja azt, hogy nem pártag, igazat mondanak, ettől függetlenül a Jobbik listavezetője Morvai Krisztina, tehát hogy nem fog pocsékba menni a Jobbikra adott szavazat, hát hiszen mégiscsak a Jobbik nézeteivel, eszmevilágával, ideológiájával feltételezem, hogy egyetértő Morvai Krisztina a lista vezetője, hát és nem egy teljesen más politikai eszméket valló ember. Nem teljesen más, de hát nyakra főre elhatárolódnak egymástól, illetve még a jövőre vonatkozóan is elhatárolódnak egymástól. Ez most egy eléggé áttekinthetetlen szituáció. Én azt gondolom, amikor Vona Gábor azt mondja, hogy márpedig ő semmi ráhatással nincs Morvai Krisztina nézeteire, akkor azt kell mondjam, akkor mi a csodának raktátok fel a listátok élére. Ettől függetlenül, csak visszatérve az eredeti kérdéshez, azért szeretném azt nyomatékosítani, hogy mi a Fideszt arra kértük, hogy ők maguk is, a maguk eszközeivel, meg majd aztán lenne még egy közös eszköz is, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy világossá váljon a választópolgárok számára, hogy ez nem út, amerre a Jobbik halad. Amúgy még cinikus is a történet, mert végül is ugye európai zászlót gyaláznak, égetnek össze-vissza, mindenféle a szütyőjükben, ilyen magyar föld, maréknyi földdel rohangálnak össze-vissza, ez nagyon romantikus, csak konkrétan viszont a másik ágon meg így két kézzel habzsolják be az eurókötegeket, innen is, onnan is, és röhögnek a markóba. Innen is, onnan is, az mi? Most a fizetésükre gondolok? Nem csak a fizetésükre gondolok, hanem alapvetően az, hogy azért megér az is egy mesét, hogy az a plakát hegy, amit itt kiraktak, annak a gigantikus pénzei, azok honnan származnak a Jobbik esetében, ezt határozott kérdésként lehet tenni. Ilyenkor minden pártban szoktam, van egy civil adomány. Jó, én ebben egy kicsit megengedő vagyok ugye a sajtóértesülések felé. Én azt látom, hogy igen, az európai szélsőjobboldali pártok közül nem kevés egyébként, most már abban a gyanúban van, hogy moszkvai finanszírozású, illetve jó páran iráni finanszírozásúak is. Látva azt, hogy
milyen bensőséges hangon gondol időnként Iránra a Jobbik, én úgy gondolom, hogy ott a hála jele is mutatkozik. Tehát azért ne hagyjuk a magyar választópolgárt abban a hitben, hogy a Jobbik az csak úgy 100 milliókat tud finanszírozni, miközben messze nincsenek olyan bevételeik. Fogalmam sincs, hogy kinek miből van bevétele, sokkal boldogabb lennék évek óta, hosszú évek óta, hogyha átláthatóbb lenne mindenféle kampányfinanszírozás. Egyébként az biztosan is olvasta, hogy a legfrissebb felmérések szerint elképzelhető, hogy igen nagy többséget szereznek majd az Európai Parlamentben olyan képviselők, akik egyébként unió ellenesek. És itt nem csak a Jobbik, hanem más párt és más országok unió ellenes képviselőiről is szó van. Én a többség szótól most óckodnék, mert a legvérmesebb ilyen értelmű becslések is azt mondják, hogy több mint egy negyedét a parlamentnek. Szóval 25-30%. De nem úgy értettem, hogy többségbe kerülnek, hanem hogy elég sokan bekerülnek. Igen, pont ezért, és erre utaltam rögtön a beszélgetésünk elején is, hogy bizony most, amikor az Európai Szocialisták pártja, amelyik a mi családunk, ha szabad így mondanom, a Magyar Szocialista Párt ebbe a családba tartozik, és a Néppárt, ahova meg a Fidesz tartozik, ezek most nagyjából azonos csoportba kerülnek az előrejelzések szerint szemben egy korábbi jobboldali dominanciával. Erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy szinte már nagy koalíciós hangulat van helyenként a politikai elemzők világában. Én ezt olyvá veszem, hogy igen, a nyugat-európai pártok már megtalálták azt a közös hangot, tehát akár bal, akár jobb oldalról nézzük, hogy a szélsőségeket, az Európa ellenes erőket, azokat pont az európai intézményekből érdemes kiszorítani. Ezek botránypártok az esetek döntő többségében. Én belátom, hogy a válság nagyon sok mindent tett, de akkor is ez a jobb és kulturált, jobb és baloldal, illetve a liberálisok és a zöldeknek a közös felelőssége, hogy a szélsőségeket kiszorítsák. Ez most egy ilyen küzdelem 2014-ben. Olyan sokat kritizálták Orbán Viktor miniszterelnöket az elmúlt 4 évben, hogy leveleket küldözget a választópolgároknak, hol ilyen, hol olyan témában. Most Mesterházi Attila aláírásával önök is levelet küldenek, dobnak be postaládába, postán adják fel, szórólap formájában osztogatják, ezt nem tudom, mi lesz a formája, de látom már van is egy prototípus. Mit ír Mesterházi Attila a kedves választóknak? Mesterházi Attila, illetve jó magam, írtuk alá, hát nem túl hosszú levél. De és ez nem postán fog érkezni? És nem általában a választópolgároknak, hanem azoknak, akik velünk kapcsolatba léptek az elmúlt esztendőben, tehát aláírásgyűjtés alkalmával engedélyt adtak arra, hogy a párt programja, a törekvései kapcsán őket megkeressük. Ez a pár százezer címzettünk van. Egyébként ezt se nem posta, se nem bedobálás, ezt bizony a megadott címek szerint kézbesítjük ki. Az aktivistáink személyesen kézbesítik, személyesen keresik föl azokat az embereket, akik korábban is bizalmukról biztosították a Magyar Szocialista Pártot. Hogy mi van benne, pár szóban a programunk, illetve az, hogy május 25-én jöjjenek és szavazzanak a Magyar Szocialista Párt. Egyébként, ha már itt tartunk, én a múltkor adtam önnek egy ilyen garanciakártyát. Amire én mondtam, hogy ez ilyen kis törpebetűkkel. De tudja, nekünk első a választópolgár, így ön is, ezért nagyobbba is kinyomtattuk, tehát azért elhoztam önnek. Kicsit gyengén látom műsorvezető kedvéért. Nem hiszem, nem. Mi komolyan veszük. Ez olyan dolog, hogy tegnap voltam én a futóversenyen. Ez ugyanaz, mint az a kicsi? Ugyanaz, igen. Tegnap voltam ezen a futóversenyen is, ott is ez uralkodott el rajtam, és a részvevők többségét magam elé engedtem, mert nekem első a választópolgár. Aha, tehát, hogy hamar kifulladt a futás, és akkor mindenkit magam elé. Én ezt igen mondanám, én azt mondanám, hogy előzékenyen magam elé engedtem. Ez esetben meg rájött, amikor kritizáltam, hogy ön se tudja elolvasni a saját kis kártyáját, és akkor csináltatott egy. Én nem tudom olvasni. Változtassunk Európában biztonságot mindenkinek, tehát akkor van a kártyának egy nagyobb formátuma is, értem. Így van. Arról már beszéltünk múltkor is, sőt, több beszélgetéssel ezelőtt is, hogy vajon a baloldali szavazók április 6-a után mennyire mozgósíthatók egy európai parlamenti választásra, ami azért a statisztikai adatok, de választási adatok alapján látható, hogy olyan óriási tömegeket sosem mozgatott meg Magyarországon, sőt, az egész unió szerte nem mozgatott meg nagy tömegeket. Sajnos természetesen. Az eddigi kampány során kicsi szórólap, nagy szórólap, Mit lát a nyilván, vagy feltételezem, hogy elsősorban baloldali választókkal, szavazókkal találkozik a különböző fórumokon, hogy mennyire érdekli az embereket május 25-e az a választás, mennyire csalódottak, mennyire tűnnek, kiábrándultnak? Éppen szombaton volt az, amikor
Volt egy harmadik kerületben Budapesten egy találkozó, ahol a korkedvezményes nyugdíjasok egyik szervezetével találkozhattam. Az is egy világ volt. Utána elmentem Debrecenbe, az is egy világ volt. Aztán utána visszajöttem a 13. kerületbe, az is egy világ volt. Tehát három rendezvény és három különböző világ csapódott össze, holott egyébként mindegyikre igaz az a mondat, amit ön is mondott, hogy döntően a szocialista párti vagy afelé szimpátiával viselő emberek vannak. Azt mondom, hogy igen, tehát van egy fokú csalódottság, és azt is muszáj elmondanom, hogy bizony az emberekből nem jött, nem mászott ki a kis ördög, és bennük van, hogy azért itt jelentős mértékig ez egy elcsalt választás volt. Én tudom, hogy önnek erről árnyaltabb a véleménye, de nem tudok elszakadni attól, hogy amikor a nemzetközi megfigyelők... Az elcsalás az egészen más, mint a különböző választási törvényben lévő lehetőségeknek az alapos kihasználása. Jó, akkor, de azokat a választási törvényeket nem kihasználták, hanem ők írták. Amikor a nemzetközi megfigyelők azzal a mondattal összegzik a magyar választásokat, hogy a kormánypártok aránytalan előnyöket élveznek, de most gondoljon, ön, hogy egy versenyben részt vesz, és azt mondja, hogy valamelyik résztvevő aránytalan előnyöket élvez, azt akkor úgy szokták összegezni, hogy csalás. De azt is tudja, hogyha az ellenzéki pártok annyira jók lettek volna, akkor törvény ide, lejtős pálya oda, lehetett volna nyerni. Jártunk is jó pár helyen, én tudom, hogy több helyen is még éppen, hogy csak borotvélen táncolt a dolog. Nyilvánvalóan ezeket összegezni fogjuk, ezeket a tapasztalatokat. Nem akarom azt mondani, hogy önnek ebben aztán nincs igaz, nyilván nekünk is benne vannak a elkövetett hibáink. De azért összegezzük ezt a mostani helyzetet úgy, hogy Orbán Viktor a hétvégén szombaton tartott egy olyan beiktatási beszédet, ami azért tényleg a múlt századi diktátorok beszédeire építkezett, azoknak az elemeit használta. Tehát amikor valaki az összes szavazó polgárok 25%-ának a szavazatát nyeri el, akkor én azért nem mondanám, hogy neki a nép arra adott felhatalmazást, hogy ő mindenkit szélsőségesnek, meg bűnözőnek nevezhessen, aki nem ő. Tehát lassan a teste kedves Orbán Viktor, minden negyedik választópolgár szavazott rá, és azért ez nem az a típus. Ő arra kapott felhatalmazást, hogy egy plurális viszonyrendszerben kormányozzon. De azért lássuk be, a szavazatok, tehát a leadott szavazatok 44%-ával a parlament 66%-át megszerezni, azért az mindenütt a világon fejcsóválásba torkolik. Tehát magyarul ez nem volt fair, ezzel együtt ilyen a politika, ilyenek a törvények, ezeket kell megváltoztatni, és mi meg pontosan azért törekszünk számtalan olyan dologra, az Európai Uniós választások során olyan programjaink vannak, amiket azért mi megjelentettünk már a nemzeti választások során is. Tehát ami nekem a nőnökje, ami az én személyes vállalásom, amiért mondom, hogy igen, rám listavezetőre szavazzanak. El szeretném érni, hogy kapjon egy plafont az alapvető élelmiszereknek az áfája. Azaz sehol Európában ne lehessen 10%-nál magasabb élelmiszer áfa. Aztán majd magyarázkodjon Orbán Viktor az Európai Tanácsban, vagy ahol csak tud, hogy miért szeretne ő majdnem háromszor akkor áfát szedni, mint amekkora az európai átlag. Ez még az élelmiszereken. Szerettek volna már önök 5%-ot is, az sem sikerült. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.